Sziasztok, köszöntelek benneteket! Egy igazi nyári különlegességet fogok most készíteni. Gyümölcsös, mini, ilyen egyszemélyes pavlova tortákat. Úgy gondolom, hogy az édes habcsók, a pillakönnyű habcsók, a semleges tejszínes krém, illetve a fanyar gyümölcsök nagyon jól harmonizálnak egymással. Kezdjük is gyorsan el ezt az igen dekoratív és vendégváros süteményt. Robotgéppel dolgozom, üstbe öntök 150 g tojásfehérjét, ez kb. 5 tojásnak felel meg. Lassan elkezdem keverni, mixerelni a tojásfehérjét, és fokozatosan hozzáadok 140 g kristálycukrot, majd erős fokozaton minimum 10 percig fogom mixerelni. Ha jól dolgozott a mixerünk, akkor egy nagyon kemény hab lesz az eredmény 10 perc után, tehát ezt az időt tényleg fontos betartani. Következik a porcukor. Ebből is 140 g-ot használok, rászórom a kemény habra, sőt inkább szitálom a biztonság kedvéért, és a jobb eredmény érdekében. Csak beleforgatom óvatosan, vigyázok, ne hogy összetörjem a habot. Most fogok egy csillagcsöves habzsákot, és a tojásfehérjés habot ebbe fogom beletölteni. Megtöltöttem a habzsákot, jó nagy méretű lett. A megsütéséhez szükséges két darab tepsi, egy nagyobb méretű tepsi, rakjatok sütőpapírt az aljára. És akkor elkezdem formázni a kis habkarikákat. Középről indítok, csinálok egy kört, majd próbálok egy peremet nyomni a habból. Maradt egy kis hab, illetve hely is van még a tálcán, úgyhogy nyomok ide habcsókokat. Óvatosan, hogy ne érjen össze a többivel. Előmelegítettem a sütőt 100 fokra, alsó-felső sütési módban, hőlékkeverés mellett fogom 25-30 percig sütni a habcsókokat. Elkészült az első adag habcsók, még melegen lehúzom a sütőpapírról, és tortarácsra rakom hűlni. A pavlova desszert töltelékes sima tejszínhab, illetve a savanykás gyümölcsök, amit már említettem. Verjünk fel 2,5 dl hűtőhideg tejszínt jó keményre. Ha valaki szeretné, ezt simán is meg lehet tenni, de hogy az állaga még erősebb legyen a tejszínhabnak, hozzá lehet adni 100 g krémsajtot. Én mascarpone-t használok. És ezzel fogom most fölverni a tejszínt. Elkezdem mixerelni, először alacsony sebességgel, majd fokozatosan emelem az erősséget. Töltsük habzsákba a felvert tejszínt. A választott gyümölcs, a fekete szeder és az eper. Lehet, hogy az epren egy kicsit csodálkoztok, de nekünk a kertben van folyton érő eper, úgyhogy most másodszorra is neki áll teremni. De bármilyen gyümölcsel, márnával, áfonyával, őszi barackkal, kajszival is nagyon finom. Elkészült az első adag sütemény. A habcsókot lehet több nappal előbb is megkészíteni, de amikor fogyasztásra kerül a sor, a töltést, azt mindig csak előtte közvetlenül végezzétek el. Jó étvágyat hozzá!